Igen, tökéletes! Tudod, mit csinálunk? Ott csinálunk egy diagonált, tudod, hopp, figyelj oda. Majd fütyülök, megállsz, bemegyünk, másik kéz megy, 2-3 kört elég neki. Finoman megállok, befordulunk, ott kimegyünk, 2-3 kör az a másik kézre, ti még kentréztek egy 4-et, azt csókolom. Ennyi. Maxika ügyes vezetőló, le is esett róla a Janka ma. Fölvették. Picit lassabban. Nagyon baba. Még várjátok, ti indulj el lányom, és ha csatlakoz, akkor fütyülünk. Mehettek ti ketten. Igen, trap, és már indulnak ők is. Úgy mehettek, szép lassan. Tökéletes. Trotting. Mennyi paniszka. Amilyen félőske volt, nem akarom elkiabálni. Hát ebbe igazad van. Szia. Figyelj rám, egy kis kakaska néha, de ügyes nagyon. Nagyon. Nem baj, pedig muszáj neki. Gyerünk, babikám. Na most van másodszor itt szabadon. Jó, először, na! Megy ki a gakán. Megpatkolva. Konzultálj a Katával, légy szíves! Mert a csikók ott már régóta kim vannak. Micsoda? Apró séf? Az mi? Na gyerekek! Sajnos nem értem a nyelveteket most. Ez jó ötletem volt, ez a sztropek. Ma itt mennénk ezen a lefagyott. Minusz 4 van, vagy nem tudom mennyi. Ugye? Danka drágám, még egy kör elég, nem? És akkor megfordulunk, mentek egy 5 galocs, az kész nektek is. Jó, majd a panisz... Micsodát? Hát én nem akarom még. Nem? Hát nem tudom. Megpróbáljuk? Jó, akkor megpróbáljuk. Jó. Jó, így van, akkor jössz haza. Janka! Itt jövünk diagonál. Tradíciós. Ördögettel a fától ilyet meg kétszer is. Azt hittem tőlem, de nem. Így van. Jó, csak azért odafigyeljünk, nem akarok itt. Remélem még az enyém. Enyém még. Jön a Cosimónak a barátja, Vincenzo. Mikor? 6 darab lovat akar venni tőlünk. Komoly összegér. A Gizi, szürke, másik szürke. Panisz. Vincenzo Caruso, írjál rá. Facebookon nagyon jó gyerek. Ja, na akkor hallgassatok a Dankára, amit mond. Kontakt, aztán meglátjuk. A hangulat nagyon jó a kis csapatnak, imádom őket, egyértelmű. Azért lelkesek, szorgossak, az, hogy néha hogy kiabálok, meg pörgetem őket, az kell is. Mehettek, nem próba? Mennyi közelebb, induljatok szép lassan! Elindult trappot, az fog kentrézni gyönyörű. Ezek már különben ezek a csikók, tehát most a hátsóról beszélek. Long John, ők már mentek lovas alatt kentrét, nem is keveset. Úgy, engedj szárat neki! Hopp! Föl a feje! De azért figyelj oda rá, mert kis unci. Ó, szuper! Jó indulat, az biztos megvan benne. Na ide, köpi, köpi, köp, nagyon jó. Szürkére figyelj oda, Mira. Hegyezi magát, látom. Kis izé,
kis kakasocska, úgy szoktuk mondani. Ugrasz be, Danka, itt előttem. Ugrasz be előttem. Gyerünk, küldd meg őt. Ez az. Nagyon jó. Még ha nem is helyes láb, de nem baj, megy. Majd átcserél. És örülünk, hogy elindulnak. Jó indulat, az biztos, hogy benne van. Jó van, kicsim. Tökéletes. Trappolj oda. Elég a többinek is. Mentünk bőven. Mehettek trappot, majd mindjárt utolér, és csak megyünk egy kör trappot. Itt sétálunk, alamezzo. Azoknak is elég. Neki is. Még túl is teljesítettük, mert úgy volt, hogy egy három trappot megyünk. Ahhoz képest megnézd meg. Jó van, baba. Gion. Mil euro. Igen, van egy kis kakasság benne. Janka, drágám, ide bejövünk, fa körül megyünk, hagyd szokják. Ez alakulgat szépen. Egy derbi, még egy derbi, egy jó sprinter. Ennyi. Tündériek. És elhagyta a szürke is a hülyeségét, mert hogy csinált egy párszor ám a világos szürke. Most olyan frissességből úgy bakozgatna. De nem tud. De ne engedd, inkább úgy mondom. Aha, igen, jó nagy füle van. Marhára le kell engedni, és így megemelni. Utolsó rúgba le, megemelni így az orra előtt, és úgy ráemelni. Majdnem, hogy alig érje. De, az a baj. Nem, hát olyankor semmit nem enged, mert azt hiszi, hogy ott a fülét fogják piszkálni. Jó. Hanem csak ez a mozdulat, hogy így... Így van, ez attól van, hogy szűk kantár volt esetleg eleve, érzékenyebb erre. Marha hosszan leengedem, fölemelem az orra elé, és úgy megpróbálom, hogy alig érje. És egy idő után el fogja hagyni, hogy ha úgy csináljuk. De látok egy-kettő, hogy erőszakorják rá a trendlit a fejére. Én is voltam úgy, mert egy-két trendlit alig lehet kicsatolni, hallod, ezeket a műanyagokat. Hú, horror. És akkor ráerőltettem, de nem jó. Pláne Csikóna. Bébikém, szia, gyönyörűm! Ő is egy, hát ez szép ló, mutatós. Derbi. Ez lesz a Caruso-nak. Vincenzo Caruso-nak a lova. Ezzel nyeri a Italian Derbit. Mi van, már elől megy? Nézd már oda! Megvan a új vezetőről, nem is kell lesz, Janka. De azért kell lesz. De megyünk haza. Igazából mehetnénk is haza. Várjuk meg azt a kört, kicsim. Értem, hogy egyedül akarsz, de inkább az a kör, de ja, mindegy. Most variáltam itt, de mehettél is volna. Na, Panis viszont megpróbál hazamenni. Egyedül is haza is fog menni, írásba adom. Kicsim, kint szálljatok le, ne a folyosón, jó? Nézd meg ezt a lovat. Nézd meg. Az is megy, olasz transport, kell négy ló a kamion miatt. Gizi, Szüri, Maxi, meg még nem tudom. Na mehet, drágám. Ügyes legyél azért, nehogy kibukkanjon egy macska, kutya. Inkább leszállunk, jó? Megállhattok. Ezt mondom. Ez mindig így van, hogy ilyenkor valaki kilép. De ez a Murphy törvénye. Ja. De mindig így van, nem te miattad meg ő. Ez biztos, ha mi megyünk egy olyan helyen, az tuti, hogy jön valaki. Puszi, tündér. Itt a kis ovónénink, a Bogi az ovónénink, csinálja a frizurákat. Na menjünk, hogy haladjunk. Készen vagyunk, finito. Ma már itt lóra senki nem ül. Fejecske. Már csak Egon csődör van. Majd legközelebb megcsinálod a haját, inkább menjen ki. Finoman fordulj. Ügyik voltatok. Egy kis kakaska néha, de...
cuccokat elrakni, takarókat, minden drágám, jó? Látom. Ügyik voltatok. Szia, Zürika! Jó van. Jó, Egon csődör ki, és ezek, ha kizaboltatok, utána kell behozni a többit. Könnyen jön a haja. Hogy? Könnyen jön. Jó. Jó.